utolsó nap New Orleansbe, megyek kávéért. Túléltem tegnap. Végre az utolsó nap New Orleansba, és szerencsések voltunk, egy parádét is elkaptunk, de reggel első dolog elmentem egy kávézóba, ez egy nagyon aranyos hely, nagyon örülök, hogy ide bejöttem. Ilyen kicsit ilyen rustic stílusa van, hátul még van is egy ilyen szoba, ahol ilyen játékok vannak, és nagyon aranyos kis kanapéjuk van, és van még kinti ülésük is. Rendeltem egy dupla shot, vagy dupla espresszós latét jéggel, mert nagyon meleg volt, úgyhogy kellett lehűlni, de nagyon-nagyon tetszett ez a kinti kis ülés, és szerencsés voltam, nem volt itt senki, aztán visszamentem hotelbe, átöltöztem, és mentünk reggelire, 6 Benny's-re. Ez lesz a harmadik hely, ami beignet megkóstoltam. Ez volt a legdrágább beignet a három közül. $6.25 3 darab beignet. És ez volt a középső, ami ízlett. Szóval ő nem volt a legjobb, nem volt a legrosszabb, ő volt csak a középsőn. Elég jó volt, friss, lágy, okay volt, de a Café Dumont-ban volt a legjobb. Utána egy busszal elmentünk kicsit kijebb a Garden Districtbe. Láttunk egy baba helyet, és mind a ketten imádjunk babát, úgyhogy be kellett mennünk, és egy thai teát rendeltem, ezután elsétáltunk a Buckner Mansionbe. Ha nézted American Horror Stories Coven, akkor ez a nekik a házuk. És ide nem lehet bemenni sajnos. Utána elsétáltunk a Lafayette temetőbe, ami megtudtunk, hogy vasárnapon temetők zárva vannak. Úgyhogy villamossal mentünk vissza a French Quarterbe, és elkaptunk egy parádé. Valami húst bedobnom, és itt New Orleansba inkább ilyen garnélarák meg oysters vannak éttermekben, vagy ilyen stews, és gondoltam beülök egy ilyen igazi amerikai diner hely, ez a kicsi a helye. Itt egy burger kértem, isteni jó volt. Szerencsések voltunk, mert mi vettünk ki az utolsó ülést. We are sitting on the bench. We've seen the clip of the very last episode of the originals. Klaus sat right here, Elijah sat right there, and they evaporated into ash. Soha többé, és nem ajánlom senkinek jönni New Orleansba augusztus-szeptember
alatt. Ilyen forróság még Thailandbe se volt. Mindenhonnan izzadok, még a... itt fent is. Most fogok menni fürödni. Harmadik zuhanyzás. Ma. És úgy örülök, hogy már megyünk el holnap, mert nincs mit csinálni. Reggel felkelek, megyek kávér, visszajövök, zuhanyzás. Viszont ma zuhanyoztam reggel, utána mentem kávér, utána zuhanyoztam újra. Hova mentünk? Negyedszerre zuhanyzok most. Mert zuhanyoztam, kávéért mentem, zuhanyoztam, elmentünk a temetőbe, visszajöttünk, zuhanyoztam. Hideg. A legjeges, leghidegebb vizet teszek. Zuhanyoztam. Elmentünk most a parade-re, megettünk, visszajöttünk, megyek zuhanyozni, és 8-kor megyünk vacsorázni. Old Nola Cookery. Az utolsó étterem a listánkon. Ja, ennyi. Utána visszajövünk és aludni, mert reggel 6-kor jön az Uber. És mert a Gaurav, ő megy, repül vissza Texasba, de majdnem egy időben van a repülésünk. Én meg Tampába, szóval így pont jó. Együtt megyünk Uberrel. Ja, ennyi. Oké, még zuhanyozni. Átöltöztem megint, és megyünk ki, vissza a Bourbon Streetre, Bourbon utcára. Itt van a Nola Cookery, ez egy nagyon híres hely, és amit rendelek, az lesz egy ilyen, hogy mondjam, crawfish, olyan, mint a kanélarák, csak nem az. Azt hiszem, ez a crawfish Svédországba esznek, ő ilyen kicsi, piros, én nagyon-nagyon-nagyon piros, és kemény neki. Nagy feje van, és nagyon kicsi belőle a hús, úgyhogy én nem nagyon látom ezt a féle ételt praktikusnak, de ez a Cajun fries nagyon jól nézett ki. A haverom rendelt egy garnélarákos poboly, és a tetejére még tettek az a crawfish gravy, ilyen szósz. Szóval itt van nekem a sült krumpli, az a crawfish szósszal és gombával. Wow, nagyon finom volt ez a szósz egybe. Ha nem lenne olyan vacakolás megszerezni ezeket a crawfish, otthon csinálnék. És emellett még kértem egy teát, úgyhogy az egész lett 19 valahány dollár. Hotelba értem. Úgy örülök, hogy megyek el holnap. Túl sok volt. Soha életemben nem utaztam úgy, hogy jöttem hotelbe pár órára. Mindig, amikor utazok, felkelek reggel, elmegyek, és nem jövök vissza a hotelbe, addig, amíg nem kell menni aludni. Vagy hát kell öltözni valamiért. De soha nem maradok úgy ágyba pár óráig. Nem volt mit csinálni, és sétáltam mindent. Megnéztünk minden helyet, híres helyet. Túl hosszú itt. A Nola Cookery, ő elég híres, a várakozás kint nem volt túl sok. Álltunk kint egy kb. 9 percre, és bementünk elég hamar. Amit én ettem, elég jó volt, de én gondoltam, hogy ez lesz ilyen appetizer, ilyen kezdőkaja, szóval azok általában nem olyan nagyok. Tévedtem. Én még gondolkodtam, hogy rendeljek még valamit, talán garnélarák, vagy valami még mellette, lehet, hogy nem lesz elég. Ott is maradt sok krumpli, de megettem azokat a kis rákokat, ami vele volt. Crawfish, nem tudom, hogy azt mondják.
ő teljesen más, mint a garnélarák. Ja, alig várok, hogy hazamenjek. Csak hogy ne legyek itt. Négyszer fürödni egy nap. Oh. És olyan püdös van. Wow. Akik mondják, hogy New York büdös, az még nem volt itt. Biztos vagyok benne, hogy belélegeztem emberi pisit. Éreztem a pisi szagát a számba. Itt nagyon-nagyon, ó, meg a nagyon büdös volt. Alig várom, hogy nem megyek. Imádom a várost, az épületeket. Ja. De elég volt New Orleansból. Jó pár évre. Megyek aludni. 5:30-kor kelek. És... ja, megyek haza. Itt az ide. Ha valamikor jönnék ide még egyszer, akkor csak vagy december, vagy januárba. A legjobb kaja az volt nem amit én rendeltem, hanem az ismerősöm. Az a lobster roll. Az olyan finom volt. Az jó volt. Otthon valahogy meg kell csinálni, meg kell nézni, hogy milyen recept használtak. Tudom, hogy benne volt szerintem vagy majonéz, vagy tejföl. Ezután megyek Magyarországra. Ez másnap reggel 6-kor a reptére, mivel nekem van American Express és a Priority Pass, be tudok menni loungesbe. The Club MSY, valami ilyesmi, ez olyan, mint egy ilyen privát várakozó, ahol van alkohol, italok, ételek. Ez elég kicsi reptér, úgyhogy itt nem volt olyan nagy ételválaszték, de viszont Törökországba, Isztambulba, isteni kaják voltak abba a klubba. Alig várom, hogy menjek. Itt van egy kicsit szerényes tojás, gyümölcsök, valami sütemények, ilyen bagelra mennek a tetejére dolgok, kávégép nem működik, de viszont van kóla. Kértem egy Bloody Mary. És utána repültem haza. Úgy örülök, hogy hazamentem. Szóval ez a Bloody Mary volt a reggelim. Köszönöm szépen, hogy néztétek ezeket a New Orleans napokat.